Sziasztok! Mivel elég nagy lépésekben közeleg a karácsony, már szerda van, úgyhogy napok kérdése is jön a Jézuska. Arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy miket vásároltam a 4 gyerkőcnek, ugye az enyém és a nővéremnek a 2 gyermeke. Így hát Erik kért egy mikrofont a Jézuskától és egy szánkót, úgyhogy ez lenne a mikrofon, amit kinéztünk neki. És ugyebár itt van a nagy kétszemélyes szánkó, Lacika egyelőre csak egy ilyen kis pohár építő játékot kap, mivel még kicsi, nem tudja pontosan, hogy miről van szó, így nem vertem nagy dobra ezt az egészet. Nővéremnek, a gyerekeknek még van itt egy pár ruha. Biztos emlékeztek erre a kis topra, amit a színszerről rendeltem, meg erre a gyönyörű szép kis piros ruhára. Ezt fogja kapni Sofia. Dávid meg ezt a kis csillogós pizsamát ugyanúgy színszerről, evel a Lego Creatures-el, vagy mi a neve pontosan. Ezek mellé kapnak még a nővéremnek a gyerekei gumicukrot, Milka csokit, meg nagyon sok édességet hozott még a férjem. Németből ezeket is megkapják. Sajátunknak csak ezt a 2, illetve a szánkót vettük közös ajándéknak, mivel anyósom, nővéremék, sógornőmék, Lacikának a keresztanyja is elküldte a csomagot. Abban Eriknek egy drón van, és Lacikának egy ilyen kis éneklő, villogó vonatka. Így nagyon sok ajándékot kapnak több helyről, így nem szeretünk volna mi is nekik nagyon sokat venni, mert akkor tudjátok, bőségzavar, túl sok, és akkor mindig csak többet és többet akarnának. Így hát ennyi volna az idei karácsonyi ajándék. Idén a gyerekek kapnak csak... Mi felnőttek ilyen kis aprósággal lepjük meg magunkat, egymást, bocsánat, nagyszülők, keresztülők tőlünk karácsonyi fotózásról közös képet a 2 gyerkőccel fognak kapni. Ez volna a karácsonyi ajándék, be fogom őket csomagolni. Lacika alszik, Erik nem van mesét néz, azért is beszélek halkan, nehogy meghallja, hogy miről van itt szó. Ma éjszaka be fogom őket csomagolni, mert karácsonykor, mikor megyünk nővéremékhez, míg a fiúk bepakolják az autót, és kimennek, addig én gyors becsempészem a falra az ajándékokat, és mikor visszajövünk, itt fogja őket fogadni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Nem tudom, hogy hány videó fog még készülni karácsonyig, de ha nem lesz több, akkor kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt szeretnék nektek kívánni. És nagyon sok egészséget, boldogságot, szerelmet kívánni mindenkinek. Szeressük egymást, mert szeretetben szép az ünnep. Köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, és puszilunk titeket. Sziasztok!